A most következő jelenet Balázs és kedves neje ébredése egy kis háborúval fűszerezve. Mennyi az idő, Viki? Mennyi? Viki, miért kell így korán kelnem, hisz nem vagyok én pék? Balázs, gondolj a gyermekünkre! Bened, oly kicsinke, még ne kelljen utcán élnie! Ne félj, Balázs, ma kedd van, ez jó nap, hisz jön Kaszati Vi! Éppen ez az, mi nyomja a lelkem, ez a srác túl jó ahhoz, hogy igaz legyen. Gyere, Rákóczi Feri, lassan kellett kell Jani, siess mindjárt indul a busz. Hogyha valamit elszúrunk, 10-kor a meetingen elővesz majd a didusz. Nem! Értsd meg végre, Balázs, a terepjárod túl sokat fogyaszt. Ne mondj ilyet! Mi itthon Berivel mindent beosztunk, de te betankolod a luxus járgányodba. Ez nem igaz, Viki, te tudod a legjobban, hogy mennyit spórolok. Nem viszek el itthonról ételt, csak a többiek kajáját és bánom meg. Titokban lottózom, és hogyha megnyerem, az lesz majd nekem a jel, hogy a hajnali ébredés aznap majd véget ér, én többé nem kelek fel, most kelljen más. Kérlek, kelj fel, Balázs! Most kelljen. Következő jelenetben láthatjuk, hogyan birkózik meg Balázs a téli szonnyal. Viki, értsd meg, nem akarok felmenni, jó? Na, ne is erőd. De kicsim, ezt már megbeszéltük. De nem, egyszerűen nem... Majd legyőzött fejben. De tényleg semmit nem értesz? Semmit sem értesz, nem a magastól félek, de nélkülem mivé lesz a földi élet? A tévében akkor mond, mi lesz a varázs, ha naponta 8-szor nincs Sebestyén Balázs? A kasza lens múzol már a vezetéssel, mond mi ez, ha nem egy hatalom átvétel? Lent szédül a tömeg a lábán, és alig áll, és nélkülem a föld is kevésbé gravitál. Már 30 méteren, jaj, a helyzet forró, mi magányos nélkülem ez a kis bolygó? Az oxigén hiányban rám tör egy látomás, mellettem húz el a nemzetközi űr. Állomás, ha itt ragadok végleg a felhők felett, versengés nélkül lesz bajnok az Anett. Én sohasem hittem, mert azt hittem túlzás, innen már nem ment meg egy jó hármas ugrás. Nem attól félünk, hogy a kötél elszakad, hanem attól, hogy Balázs a felhők közt ragad. Én hibáztam, én akartam üdős adást, most rendezhetek be itt fent garzon lakást, de legalább gyakran egy ezt a család, Benny, nézd fel a konténerben, ott él az apád. Ha végleg itt ragadok, nem lesz más kiút, az egész VV5-re megkapjátok Lilut. Persze csak akkor, hogyha lesz is majd adás, mert nélkülem megáll az államszolgáltatás. A Jani szökni készül, nem értékeli a jót, ugorva hagyja el a süllyedő hajót. Feri, csak te maradsz értékes ballasztnak, a súlyod már tetemes, köszönd a dallasznak. Ami jó abban, hogy én vagyok rekorder, 50 méteren nincs olvasó riporter, ami még beugrik a téli szony szóról. Ideje leszállom a magas lóról. Nem attól félünk, hogy a kötél elszakad, hanem attól, hogy Balázs a felhők közt ragad. Fölthívja Balázst! Fölthívja Balázst! Fölthívja Balázst! Most következő jelenetben láthatjuk, ahogy a fiúk elássák a csatabárdot, és egymás értékeit méltatják. Hát nem látjátok, mi folyik itt? Össze akarnak minket ugrasztani. Próbáljuk meg látni egymásban a jót, és próbáljuk meg végre kimondani. Jani, lázba hoz, várom, vagy lőtél. Már senki nem változik, de te barátom nőttél. Feri, hogy jó vagy, már nincsen mit tenni. Hogyan te hallgatsz, nem hallgat senki. Egy mindenkiért, mindenki Balázsért. Balázs, neki nincs semmivel baja, és boldog, ha reggel épp jó lett a haja. Balázs, többé már ne hullajts könnyet, a tejnél